Az elmúlt évek legizgalmasabb bajnokságaért véget az NB1-ben, már ami a kiesés elleni harcot illeti. Az utolsó fordulóban még a Kisvárda is érintett volt, azonban a csapat 2-0-ás Diósgyőri győzelme azt jelentette, hogy a második élvonalbeli szezonját a 8. helyen zárta a szabolcsi együttes. A bajnokság egyébként 3 szakaszra tagozódott, az őszi szezont követően a tavaszi meccseket 2 részletben játszották le a csapatok. A Kisvárda kispadján 3 vezetőedző ült a 33 mérkőzésen. Révész Attila sportigazgató szerint több szempontból is nehéz idén zártak. Nagyon nehéz bajnokság volt, hasonlóan a tavalyihoz, de ezt már mióta 12 csapat szerepel az NB1-ben, azóta ezt megszokhattuk. Talán egy picit a délboly kevesebb izgalmat hozott, ott a Ferencvárosnak a bajnoki címe ugye az már korábban eldőlt. Az 5. helytől az összes csapat küzdött a kiesés elkerüléséért. Az első 11 fordulóban ugye ott a Miruta Lacival tulajdonképpen megfelelő pontmennyiséget szereztünk, 6. helyen zártunk, viszont 3 ponttal voltunk szintén a kiesés helyétől. A második szakaszban hasonló eredményességgel teljesítettünk, és az utolsó szakasz, mint ahogy már megszokhattuk, minden csapatnál, főleg a hátsó zónában szereplőknél élet-halál harccal jár, és sokkal többet teljesítettünk, és több pontot szereztünk, mint az első kettőben, ennek ellenére mégis a végső stádiumig tartani kellett a koncentrációt, illetve a motivációt, de az erőnk az azért megmutatkozott. Én úgy érzem, hogy lényegesen többek vagyunk attól, mint hogy az utolsó fordulóra kelljen hagyni a bennmaradást. Ennek ellenére a sors ezt így akarta, de azért örülünk neki, hogy happy enddel zárul. Az már biztos, hogy Bódog Tamás vezetőedző távozott, a játékosok közül pedig Minka, Berriosz, Protis és Obradovics másút folytathatja pályafutását, a futballisták többsége azonban maradt Kisvárdán. Az elmúlt évben is megtapasztaltuk, hogy az egyik legfontosabb a stabilitás volt és az állandóság. Azok a játékosok, akik kivívták a bennmaradást és jól szerepeltek, azok egytől egyig itt maradtak. Szinte nincs is olyan játékos, talán egyedül a Protis, aki sokat játszott, és nem hosszabbítunk vele. Vele is rendkívül elégedettek vagyunk, ugyanakkor már 33 évét betöltötte. Ott van a Baranyai Ádám, aki ebben az évben megbízhatóan teljesített és felívelő pályán van. Az ő szereplése az most ebben a szezonban előtérbe kerül, ezért döntöttünk a Protisnak az elengedésemet, és egy fiatalabb játékos szeretnénk az Ádám mellé majd hozni. Én úgy érzem, hogy az akadémiáról lehet, hogy meg fogjuk tudni ezt oldani, illetve a csapaton belüli átszervezése. A többiek esetében pedig szó sincs változásról, sőt, néhány játékos idehozatalával, illetve az akadémiáról, a tehetségesebbek felhozataláról konkurenciaharcot szeretnénk állítani. A játékosok bő 2 hét pihenőt kaptak, a felkészülés július 15-én kezdődik Kisvárdán, a 2020-2021-es idény pedig augusztus 15-én rajtol az NB1-ben.